kispályás labdarúgás bár országszerte nagy népszerűségnek örvend, a településen működő egyesületek és bajnokságok tekintetében Dunaújváros e tekintetben is az élen jár. Településünkön 46 csapat működik jelenleg, akik a saját képességeiknek megfelelő osztályban versenyeznek a bajnoki címekért, kupákért. A DLS gondozásában működő eseménysor az idei évben is nagy sikereket ért el. Büszkén értékelt az elmúlt esztendő tapasztalatait Petrás Gábor főtitkár. A versenybizottsággal összeültünk, hogy hogyan is fogjuk értékelni majd a decemberben, amikor lejár, vége lesz ugye a 2022-23-as szezonnak, illetve el tudjuk indítani szeptember elején, és úgy értékeljük, hogy azt a csapat létszámot meg tudtuk tartani, 46 csapatunk van jelen pillanatban, viszont aminek nagyon pozitívan örülünk, hogy nem szűnt meg csapat, és a létszám viszont nem változott. Tehát a csapatok megszűntek, de a játékosok megtalálták azokat a csapatokat, ahol újra tudják folytatni ezt az amatőr kispályás labdarúgást. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy pozitívan kell értékelnünk, hiszen minden egyes csapatot nekünk kell óvnunk, féltenünk, nehogy esetleg szétessenek. Az idei bajnoki rendszerben történtek változások, ám az eddigi tapasztalatok szerint az átalakítások jól sikerültek. A főtitkár szerint többek között ez is a cél, hogy minden csapat és ezzel együtt minden játékos a lehető legjobb körülmények között versenyezhessen. Idén döntenünk kellett, a versenybizottság Mészáros István vezetésével hozott egy új lendületet, egy új szabályt, egy új lebonyolítási rendszert. Mindenki egy kicsit tartott tőle, de meg kell nyugtatnom a kedélyeket, nagyon jól sült el, hiszen valóban azért láttuk, hogy kik az erősek, elosztottuk igazságosan az elmúlt éveknek az eredményei alapján a két osztályt, és így nekiugrottunk az őszi szezonnak, voltak nagyon érdekes meccsek, lehetett látni az erőviszonyokat, és most már kialakult ugyanaz az osztályrendszer, ami az elmúlt években, hogy első osztály, másod, harmad, negyed osztály. A kispályás labdarúgásnak tehát megkérdőjelezhetetlen jövője van Dunaújvárosban. Sőt, a jövőben még tovább erősödik a támogatottsága. Petrás Gábor ennek apropóján arról is beszélt, hogy folyamatos az együttműködés az MLS-szel ez ügyben. Minden megyében hamarosan a bajnokságokat át fogja venni az MLS, egy adatbázisba fognak kerülni ezek a játékosok, és úgy, ahogy december 10-én a Fejér megye bajnokát meg fogjuk szervezni most már 4. alkalommal a megyével, úgy ki tudjuk hirdetni a megye bajnokát egy rendszerben, egy olyan rendszerben, ahol mindenkinek igazolása van, nem lehet a másik csapatba játszani, tehát ugyanazt az igazolást kapja meg a játékos, mint a Fehérváron vagy a Fradiba egy-egy játékos, ugyanaz, csak nyilván nem olyan előírásokkal, olyan szerződéseket kell mögé fűzni, mint egy NB1-es játékosnál. De a célunk természetesen az, hogy minél többen focizzanak, és minél többen válasszák hobbiuknak a munka után, a szabadidők hasznos eltöltésére a kispályás labdarúgást. Van múlt, van jelen, és az elmondottak alapján lesz jövő is. Petrás Gábor és a DLS elkötelezett a kispályás labdarúgás mellett, a pozitív tapasztalatok nyomán joggal bíznak a sikeres folytatásban.